Sziasztok! A következőkben szeretném bemutatni a kürtvirágok beporzását. A szarcénia fajok virágjai egyedi felépítésűek. Eredeti rűhelyükön a virág felépítése miatt csak két növény közötti keresztbeporzás történhet meg, azonban a mesterséges úton egyetlen virág is elegendő a művelethez. Szükségük lesz tehát egy virágzó növényre, jelen esetben ez egy szarcénia minor, és egy kisméretű ecsetre. Ecsetből keresünk nagyon kevés ritka sertélyű darabot, de ha ilyet nem kapnánk, akkor egy dúsabból, ólóval ritkítva mi magunk is készíthetünk egy erre alkalmasat. A virág felépítését tekintve jól megfigyelhetők a lepellevelek, ezek a felsők, alattuk pedig a sziromlevelek, ezek itt. A sziromlevelek között találjuk a fejjel lefelé álló, ötágú, esernyőhöz hasonló alakú bibét. Ha közelről megnézzük a bibék kicsúcsosodó részén a belső felét, akkor apró, kiálló részeket vehetünk észre. Ez maga a bibe. Itt ezeken a csúcsos résznek a belső felén van. A porzók a virág közepén foglalnak helyet, körülvéve a magházat. A porzók, amikor kiszorják magukból a virágport, az esernyőbe kerül, így gyűlik össze, várva a rovarokat. Nincs más dolgunk tehát, mint a kis ecsetünkkel innen felhordani a bibékre a pollent. Ezt tegyük óvatosan, ne sérüljön meg a növény. Felemeljük a sziromlevelet, ecsettel óvatosan benyomunk a kis esernyőbe, és onnan a bibék végére felhordjuk a pollent. Célszerű minden bibét megérinteni, hogy biztosabb legyen a beporzás. Ezt a műveletet legalább naponta egyszer végezzük el, hogy biztosítsuk a megtermékenyítést. Ha jól dolgoztunk, akkor pár nap múlva a sziromlevelek és a porzók leesnek, és csupán a lepellevelek és a bibe a makházzal marad meg. A makház lassan megduzzad, ami biztos jele a sikeres beporzásnak. A magok lassan jelölődnek, valamikor nyár végén, szeptemberben, néha csak októberben szárad el a makház, és csak ekkor gyűjthetjük be a magokat. Szép virágokat!